Minden gyermekre szükség van. Minden gyermek tehetséges. Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke, a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumi elnöke ezen szavakkal nyitotta meg azt a rendezvényt, amely a családjukból kiszakított gyermekek megsegítésére hivatott létrejönni. A Befogadlak egy nap a nevelőszülőségért elnevezésű program során nevelőszülőket toboroz, a Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltató. Mi olyan gyerkőcöknek nyújtunk otthont, gyermek- és lakásotthonokban, illetve nevelőszülői hálózatban, akik a saját vérszerinti családjukból valamiért kikerültek. Nagyon fontos az, hogy életkortól függetlenül a gyermekeket elsősorban családoknál, ugye a legcsaládpótlóbb ellátásban, nevelőszülői családoknál tudjuk elhelyezni. Jelenleg az országban mintegy 23 ezer gyermek él édesszülei nélkül, ebből Bács-Kiskun megyében közel 1200-an. A rendezvényen az édesanyák és édesapák hiánya okozta űrt igyekeznek betölteni. Egy kicsit bemutassuk ezt a gyönyörű, nem azt mondom, hogy nagyon könnyű, de talán ettől gyönyörű hivatásvállalást, a nevelőszülőséget, és kedvet csináljunk ahhoz, hogy azok a jó szándékú emberek, akik úgy érzik, hogy van hely a szívükben, a lelkükben, és van hely az otthonukban rászoruló gyermekek számára, csatlakozhassanak a nevelőszülői hálózathoz. A mai toborzó kampányon köszöntőt mondott Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára is. A témával bővebben a Kiemelő című magazin műsorunkban foglalkozunk.